Szeptember 15-e óta tartó nyeretlenségi sorozatát akarta megtörni a Kisvárda Puskás Akadémia ellen. A több alapemberét nélkülöző házigazda biztonságra helyezte a hangsúlyt, a 35. percben pedig a vezetést is megszerezték a várdaiak. Proticsívelt előre, Horváth Zoltán pedig a rosszul kimozduló Danilovicsot megelőzve a kapu bal oldalába gurította a labdát. Az első félidő hosszabbításában kis hiány egyenlítettek a felcsútiak, Knezevics lövését azonban bravúrral hárította Felipe. Szünet után a brazil kapus ismét megmutatta, hogy joggal tartják az élvonal egyik legjobb hálóőrének, majd a 60. percben ismét ő mentette meg csapatát a góltól. A 78. percben hegedűs szabadrugását hárította a várdai közönség kedvenc, hozzásegítve ezzel csapatát a 3 ponthoz. Az első félidőben azért azt mondom, hogy kiegyenlítettebb játék folyt, mind a két kapu veszélybe került, és úgy gondolom, hogy egy előrevágott labda után az ellenfél hibázott, és megszereztük a vezetést, aminek nagyon-nagyon örülünk. Viszont az, amit a második félidőben csináltunk, ezt nem kérte senki a csapattól. Csúsztak, másztak, viszont komoly veszélyt nem jelentettünk az ellenfél kapujára. Azt kell, hogy mondjam, hogy 1-0 után ezt a mérkőzést, hát hogy egy pici kis szerencsével, de kivédekeztük. Viszont volt már olyan mérkőzés, amikor nekünk sem volt semmi szerencsénk. Úgyhogy itt most úgy néz ki, hogy nekünk nagyon fontos az, hogy itt a végeredmény számít, 1-0-ra nyertünk, tudtunk szerezni 3 pontot hosszú idő után, talán egy kis önbizalmat ad a játékosoknak, és bátrabban fogunk tudni futballozni a következő két mérkőzésen. A vendégek vezetőedzője szerint a helyzetek alapján legalább 1 pontot kellett volna szerezni a csapatának. Két különböző félidőt láttunk. Az első félidőben gyakorlatilag semmiből talált egy gólt a Kisvárda hazai csapat. Ennek ellenére hozzáteszem, hogy mi nagyon passzívak voltunk. Ugye uraltuk a játékot, de nem játszottunk gólveszélyesen. Bár az utolsó percben volt egy nagyon-nagyon komoly lehetőségünk, melyet a Felipe állított. Talán a mai nap az róla szólt, hiszen a másik fél évvel egyértelműen voltuk a játékot, rengeteg zicsert dolgoztunk ki, nagyon-nagyon nagy helyzeteket tudtunk teremteni. Ilyen komoly lehetőségeink szerintem a bajnokság elég három meccsen volt, mint ilyen számban, mint ahogy a mai találkozón. Mégsem volt elég az X-esem. A forduló további eredményei a következők: Mezőkövesd-Újpest 0-0, Szombathely-Diósgyőr 1-1, MTK Budapest-Debrecen 0-1, Paks-Ferencváros 0-3 és Molvidi FC Budapest-Honvéd 2-0. A tabella élén a 36 pontos Ferencvárosnál megelőzve a 31 pontos Molvidi FC-t. A 12 pontjával 11. Kisvárda szombaton Diósgyőrben lép pályára, előtte azonban szerdán Szentlőrincen még magyar kupa meccset játszik Dajka László együttese.